Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Iskolakezdés, véget ért a hosszúra nyúlt téli szünet. 7 baleset volt Tolna vármegyében, nem unatkoztak a rendőrök az év első hétvégéjén. A madéfalvi veszedelemre emlékeztek, 259 éve érte tragédia a székelyeket. Kell-e etetni a madarakat? A szakember szerint találnak maguknak táplálékot az enyhe időben. Véget ért a hosszúra nyúlt téli szünet. A Garai Általános Iskolában Szekszárdon arra használták fel az időt, hogy elkezdjék az iskola korszerűsítési munkálatait. Pekari Bernadett intézményvezető azt mondja, szem előtt tartják az energiahatékonyságot a mindennapi működésben. Ez, hogy 9 legyen, nem kell adni semmit. Vége a megszokottnál hosszabb téli szünetnek, hétfőn ismét zsibongással teltek meg az oktatási intézmények folyosói. A gyerekek bár örültek a hosszabb vakációnak, örömmel vették a találkozást. A pedagógusok azt mondják, a gyerekek ilyenkor hamar visszalázódnak a munkába. Megszokott érzés az, hogy ide iskolába járom, csak így elszoktam tőle, hogy most sokáig itt voltam szüneten, és még hosszabb is volt, mint eddig szokott lenni. Igazából megmondom őszintén, én nagyon fáradt vagyok, de hát muszáj lesz, biztos visszaszokok hozzá. Nyáron is így volt, hogy visszatudtam rendülni a mindennapokba. Jó volt visszajönni azért a suliba. Jó volt nagyon a téli szünet, meg pihentem, meg ugye sok mindent csináltunk barátokkal is, de hát azért visszajönni, hát a tovább tanulás miatt is, meg amúgy is az iskola miatt, mert itt is vannak barátok is. A végzősök számára izgalmas fél év kezdődik, hiszen most dől el, hol folytathatják tanulmányaikat. A szekszárdi Garai iskolában nem tétlenkedtek a szünet alatt, a tervezett karbantartási munkálatok kezdődtek el az intézményben. A tankereti központ jóvoltából az alsó tagozatos szinten, a második emeleten a vizes blokk teljes egészében megújul, és igyekezett a kivitelező a nagyobb munkákat, a hangos munkákat megoldani, úgyhogy még egy-két hét kitartás, és aztán pedig teljesen új vizes blokkok várják majd a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Pekari Bernadett intézményvezető azt mondja, nagy figyelmet fordítanak a fűtési szezon ideje alatt az energiaköltség hatékonyságra, így csak a szünet befejezése előtt pár nappal kapcsolták vissza a fűtést, de a szezon megkezdése óta rendszeresen ellenőrzik a hőmérsékletet az iskolában. Az intézményvezető azt mondja, olyan hőmérsékletet tartanak, mely komfortos létet biztosít a gyerekeknek. A kormány 4,5 milliárd forinttal támogatja a kishentes üzleteket, jelentette be hétfői közleményében Nagy István agrárminiszter. A forrásra már az év elején pályázhatnak az érintettek. A tárca tervei szerint több mint 1000 üzlet részesülhet a boltonként akár 3 millió forint támogatásban. A szaktárca vezetője kifejtette, a kishentes üzletek létrehozhatnak rövid ellátási láncokat, hozzájárulhatnak az élelmezés biztonság megvalósulásához, fenntartásához, és emellett munkát is biztosítanak az ott élőknek. Ezek a kereskedelmi egységek biztosítják hazánk tradicionális, változatos, térségi ízvilágának és konyhaművészetének fennmaradását is. Egyszer s mint ezen üzletek léte a vidék és különösen a kis települések népesség megtartó erejének is alapját képezik, így támogatásuk társadalmi és demográfiai szempontból is jelentős, emelte ki Nagy István. Mindenkinek javasolt az influenza elleni védőoltás, hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője. Molnár Zsuzsanna azt mondta, hogy tavaly az 52. héten Magyarországon 134 ezer fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Közülük 2900 ember esetében influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. A legnagyobb arányban a 15 és 34 év közöttiek érintettek. A fiatalabb gyerekek közül az 5 évesnél kisebbek a legveszélyeztetettebbek. A szakértő szerint a következő hetekben hétről hétre nőni fog az influenza-szerű megbetegedések száma, ezért fontos, hogy minél többen adassák be az ez ellen védő vakcinát.
7 közúti baleset történt január első hétvégéjén Tolna vármegye útjain. Az eseményeket a nem megfelelően megválasztott sebesség és a figyelmetlen sofőrök okozták. Az elmúlt napokban 3 könnyebben és 2 súlyosan megsérültek az utakon. Figyelmetlen előzések és kikanyarodás, közlekedési tábla figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő sebesség és követési távolságválasztás. Többek között ezek miatt történt 7 autóbaleset is Tolna vármegye útjain 2023 első hétvégéjén. Pénteken reggel 3:48 körül Nakonafi utcában közlekedett egy férfi Kapospula irányából Várong irányába, amikor balra kívánt kanyarodni, ezt indexeléssel jelezte is. A mögötte haladó autó sofőrje figyelmetlen volt, ennek ellenére előzésbe kezdett, így összeütköztek. A bekanyarodni kívánó autó sofőrje könnyebben, míg az előzésbe kezdő autó vezetője súlyosan megsérült. Ugyanezen a napon Dunaföldváron kerékpárost gázoltak. Egy sofőr nem adott elsőbséget a szabályosan elektromos kerékpárral közlekedő nőnek. Az ütközés következtében az asszony súlyos sérüléseket szenvedett. Több anyagi káros baleset is történt a hétvégén, többek között Pincehely, Bonyhád és Bátaszék térségében. A 6-os számú főút sem maradt balesetmentes az év első hétvégéjén. A 144-es kilométer szelvénynél csúszott össze vasárnap 5 személyautó. A balesetet egy figyelmetlen sofőr okozta. A 144-es kilométer szelvénybe érve észlelte, hogy egy autó áll előtte az úton. Mint később kiderült, az úton vadon élő állatok egy szarvasrúdi kelt át, ezért kellett megállniuk. Ezt követően további 3 autó érkezett szintén Szekszárd irányából Bonyhád irányába. A 3 autó közül 2-nek a sofőrje időben észlelte a közlekedési helyzetet, azonban az 5-ként érkező kocsi sofőrje nem tartott követési távolságot, illetve későn észlelte az álló autókat, így az előtte megállónak ütközött, így az egész kocsisort egymásnak tolva. A balesetben 3 könnyebben megsérültek. A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy körültekintően vezessenek, és az útviszonyoknak megfelelően válasszanak sebességet, hogy mindenki hazaérhessen. Péntektől vasárnapig 563 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 288, szombaton 187, vasárnap 87 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a rendőrök. Az ország belsejében egy határsértőt fogtak el, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 1282 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten, december 26-ától január 1-ig a feltartóztatottak száma 1285 volt. Emellett az elmúlt héten az ország belsejében elfogtak 4 határsértőt, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 25 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Magyarországon is egyre nagyobb méreteket ölt a gyógyszerhiány. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapján 2023 első hetében csaknem 1500 termék szerepelt, amik jelenleg nincsenek készleten idehaza. Többek között az inzulinok és egy-két antibiotikum készítmény is hiányciknek számít. A szakemberek szerint a következő hetekben nem csak a felső légúti fertőzések elleni szerekből nem lehet majd kapni a gyógyszertárakban, de antibiotikum sem lesz mindig készleten. Szakértők szerint az sem elképzelhetetlen, hogy a jövőben az antibiotikumokból is hiány lesz. Mindennek a nyugat-európai antibiotikum hiány az oka, de az ukrajnai háború is nagyon sok gyógyszert felszív, és a koronavírus is leterhelte a gyógyszergyártókat. A készlethiány nem magyar jelenség, lassan uniós szintű gyógyszerhiányról lehet beszélni. Ezerhétszázhatvannégyben pontosan 259 éve történt a madéfalvi veszedelem. Erről emlékeztek meg országszerte hétvégén, többek között Bonyhádon is. Az eseményen emellett átadtak egy új kopjafát. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ezzel Tomka Károly, az aldunai székely telepítő lelkésznek állított emléket. Persze emlékeznünk kell az elhunytakra, az áldozatokra, ezért is vagyunk itt, de mindenképpen élővé kell tennünk ezt az emlékezetet.
Csibi Norbert történész mondott beszédet a Madéfalvi Veszedelem 259. évfordulója alkalmából tartott programon Bonyhádon a Székely Emlékparkban. Az 1764-es vérengzés a székelyeket csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt. 1764. január 7-én a vízkereszt utáni hajnalon az ágyütűzzel indított támadásban mintegy 200 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint csak egy közösség tudja a hagyományokat átadni és megtanítani a következő generáció számára. De a visszatekintésnek én úgy gondolom akkor van értelme, amikor előre is mutat egybe, hiszen azokat a példákat, azokat a akár pozitív, akár negatív példákat mindenképpen be kell építeni az ember a életébe. És ami nem volt jó, azt kerülni kell ezáltal, hiszen tanúságként kell szolgáljon. Az eseményen átadtak egy új kopjafát is, amelyet Keresztes Andor plébános áldott meg. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ezzel Tomka Károly, az aldunai székelytelepítő lelkésznek állított emléket. Hertelendi falván van eltemetve, és úgy gondoltuk, hogy mivel a közösség ugye ide tartozik közénk, hiszen bukovinai székelyek, ezért ez a legkevesebb, hogy megtiszteljük és elhelyezzük az ő kopjafáját is a parkba, ahol végül is helye van. Az esemény zárásaként a városvezetés, az egyesületek és intézmények képviselői megkoszorúzták a Székely Parkban felállított emlékművet. A kis településen élő rászorulók megsegítésére folyamatosan osztják ki a tűzifát az állami erdőgazdaságok. Idén 2374 5000 fő alatti település vesz részt a programban, és a tűzifa kétharmadát már meg is kapták az önkormányzatok. Az Agrárminisztérium közleménye szerint a szankciós energiaválság miatt idén még nagyobb a jelentősége a szociális tűzifa programnak. A kormány több mint 100 000 család rezsicsökkentését segíti az ingyenes tűzifával. Az állami erdőgazdaságok több mint 2000 önkormányzat számára biztosítanak mintegy 200 000 köbméternyi faanyagot, melynek már több mint kétharmadát 2022. december végéig átadták az érintett településeknek. A fennmaradó mennyiség átadása folyamatosan zajlik, így a szokásos február 15-i határidőre teljesítik az összes kiszolgálást. A szakember szerint az enyhe időben találnak maguknak táplálékot a madarak, ezért nem feltétlenül szükséges az állatok etetése. Azonban fontos, hogy aki már elkezdte, semmiféleképpen ne hagyja abba, mindig legyen az etetőben mag, mert a szárnyasok ott folyamatosan keresni fogják az eledelt. Bár már javában zajlik a tél, az előző évekhez képest jelentősen enyhe az időjárás, csak nem tavaszias. Ez pedig azt jelenti, hogy a hazánkban maradt madaraknak nincs feltétlenül szüksége segítségre ahhoz, hogy átvészeljék ezt az időszakot. A madáretetés az a madarak számára mindig egy kiegészítő táplálékforrásként funkcionál. Ebből a szempontból a mindenki által ismert cinegék, ugye elsősorban rovarevők, tehát ők térre állnak át ezekre a mag táplálékokra, viszont ebbe a jó időbe még bőven mozognak azok a rovarok, amiket ők eredetileg is szeretnek és esznek. Ezért inkább a rovarokat fogják elsősorban keresni, illetve a magevők is megtalálják azokat a fa terméseket, amiket el tudnak fogyasztani. A szakember azt mondja, hogy ettől függetlenül nincs kizárva, hogy a madarak egyáltalán nem fogják használni az etetőket. Továbbra is tartja magát az, hogy ha viszont elkezdtük őket etetni, akkor semmiképpen ne hagyjuk abba, mindig legyen az etetőbe mag, maximum egy kicsit lassabban fog belőle elfogyni, nem kell olyan gyakran pótolni. Az élelmezést egyébként az első tartósabb fagyoktól szükséges elkezdeni, és egészen ezek megszűnéséig kell folytatni. Ugyanis ha egyszer a madarak odaszoktak az etetőhöz, és tudják, hogy ott biztos táplálékforrást találnak, akkor azt folyamatosan keresni fogják. Regionális híreink következnek. Bútorok, szaniterek, nyílászárók. Különleges felajánlásban részesült a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. 80 éve törték át a magyar arcvonalat, a Donkanyar hőseire emlékeztek Pécset. Az ifjúsági világranglista élén Kenderesi Péter, a PVSK sportolóját az év dzsúdósának is megválasztották.
Bútorok, szaniterek, nyílászárók, csak néhány azon berendezések közül, melyek az egyik pécsi belvárosi szállodából kikerülnek. Ezeket az eszközöket most a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat veszi át. Az önkéntesek, miután elszállították a berendezéseket, rászoruló családokat támogatnak vele, valamint a Szeretett Szolgálat intézményeiben hasznosítják. Épp az egyik bútort viszik ki ebből a szállodai szobából a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat dél-dunántúli önkéntesei. Az egyik pécsi belvárosi hotel ugyanis felújításra vár, a benne található berendezéseket pedig jótékony célra adományozza a működtető cég. Így a következő 2-3 hétben a Szeretett Szolgálat munkatársai kibontják, elszállítják a még jó állapotban lévő eszközöket. Máltai Szeretett Szolgálat sokszor találkozik olyan felajánlásokkal, ahol bútor, eszköz, de akár élelmiszer is nagyobb mennyiségben érkezik. De mégis kimagasló egy ilyen adományozás, ahol a mai napon jelen vagyunk, ahol körülbelül 100 szoba teljes bútorzatát kapjuk meg arra a célra, hogy olyan rászoruló családoknak, háztartásoknak juttassuk el, akiknek valóban szüksége van rá. A felajánlott bútorok és eszközök két területen is a Szeretett Szolgálat támogatottjainak segítségére lesznek. Részben a régióban működő intézmények, mint az idős otthonok, nappali klubok hasznosítják, részben pedig a felzárkózó települések program keretein belül osztják szét. A felzárkózó települések program a régióban lévő leghátrányosabb településekre juttatja el ezeket az eszközöket. Jellemzően olyan házakba, épületekbe, háztartásokba, ahol az alapvető komfortfokozat sincs meg, nincs fürdőszoba, nem megfelelőek a nyílászárók, egyszerűen nincs olyan fajta életvitel biztosítására lehetőség, ami normálissá tenni valakinek a hétköznapjait. Ezek a megoldások egy korszerűbb, egészségesebb és kényelmesebb lakókörnyezet kialakítását teszik lehetővé. Emellett a rászorulók külön megkereshetik a Szeretett Szolgálatot központi telefonszámaik valamelyikén, amennyiben szükségük lenne ilyen berendezésekre, eszközökre. Idén 80 éve törték át a szovjet alakulatok a magyar arcvonalat a Donkanyarban. Az áldozatokra emlékeztek Pécsett hétvégén. A rendezvényen részt vett a Baranyavár megyei önkormányzat elnöke, aki elmondta, hogy nekünk, ma élő magyaroknak kötelességünk fejet hajtani a hősök előtt. Őri László hozzátette, hogy napjainkban is fontos üzenete van ennek a történelmi eseménynek. 1943. január 12-e. Ezen a napon törték át a szovjet alakulatok a magyar arcvonalat a Donkanyarban. Erre és a II. Magyar Királyi Hadseregben szolgálatot teljesítő katonákra emlékeztek Pécsen január 7-én. Az áldozatok tiszteletére emelt emlékműnél többen is felszólaltak, a résztvevők szemtanúk visszaemlékezéseit hallhatták. Az idén 80 évvel ezelőtt történtekről a Baranyavár megyei önkormányzat is megemlékezett. Őri László elnök beszédében úgy fogalmazott, a doni hősök nem hősöknek születtek, ők mind a hazájukat szerető családapák és fiak voltak. Nekünk ma élő magyaroknak kötelességünk emlékezni rájuk, hiszen annak a nemzetnek, amely nem ismeri a múltját, nem tiszteli a múltat, nem ismeri azoknak a magyaroknak, korábbi felmenőinknek a helytállását, akik ezért az országért, a magyar szabadságért, a szuverenitásért küzdöttek, annak jövője sem lehet. A 20. század a magyar történelem egyik legtragikusabb évszázada, tette hozzá az elnök. Trianont követően a nagyhatalmak nyomására hazánk belesodródott a II. Világháborúba, ahol közel 200 ezeren vesztették életüket. Őri László kiemelte, hogy napjainkban is hasonló helyzetnek lehetünk tanúi. A szomszédunkban, napjainkban zajló orosz-ukrán háborúban is mi magyarok a minden síkon a béke megteremtése mellett törünk láncsát, hiszen azt látjuk, hogy a béke megteremtése az mindenek előtt a legfontosabb cél, hiszen békében tudnak a nemzetek egymással együttműködve fejlődni és jövőt tervezni. Az emlékező beszédek után a résztvevők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél a Pécsi Szabolcs Fejedelem Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. A 2022-es összesített eredmények alapján a PVSK dzsúdósa Kenderesi Péter az ifjúsági világranglista élére került, az országos szavazáson pedig az év dzsúdósának választották. Az idei esztendőben már junior versenyző célja, hogy egy korosztállyal feljebb is olyan sikereket érjen el, mint ifiként. A fiatal sportoló még januárban felnőtt olimpiai edzőtáborban vesz részt, majd februárban az Európa-kupán mutatkozik be a nemzetközi junior mezőnyben, Lignanóban.
Beérett a munka gyümölcse, rendkívül sikeres évet zárt Kenderesi Péter. A PVSK dzsúdósa világbajnok lett Szarajevóban, Európa-bajnoki ezüstérmes Porecsben és a Besztercebányai ifjúsági olimpián is részt vehetett. Ezeken kívül két magyar bajnoki címet és egy junior magyar bajnoki bronzérmet is bezsebelt. Kenderesi Péter az évet a világranglista első helyén zárta az ifjúsági korosztályban. Nem volt benne a fejemben, mert úgy voltam vele, hogy inkább ugye az eredmény számít, nem az, hogy a listában hol fogok állni. Nyilván örülök neki, szóval nem úgy gondolom, hogy hát jó van, és akkor mi van. Persze örülök neki, de nem ez a végső cél, hanem még a továbbiakban ugye nagyobb korosztályokban is ugyanezt elérni. Kersics Dávid nagyon elégedett tanítványa teljesítményével, és mint mondja, egy közös útra léptek Péterrel, melyből mindketten sokat tanulnak, és mely során együtt fejlődnek. Nagyon jó a koncentráció képessége, a taktikában teljes mértékben mindent véghez visz, amit megbeszélünk a mérkőzés előtt, illetve ami utasításokat kap a mérkőzés közben, nagyon-nagyon könnyen tud hozzá alkalmazkodni, így tényleg akármilyen erős vagy jól képzett ellenfél ellen egy pillanat alatt tudunk váltani akár taktikát, küzdőmódot, és ezáltal nagyon könnyedén le tudjuk győzni még azokat az ellenfeleket is, akik nagyon-nagyon kellemetlenek. A Kersics Antal vezette judó szakosztály szellemiségének fontos eleme a tehetség, a szorgalom és az alázat. A judóteremben kiemelt helyet kap az a fotó, ami Kenderesi Péter világbajnoki győzelme után készült, ezzel is motiválva a fiatalokat. Idén is be fogjuk tartani, meg tavaly is betartottuk a lépésről lépésre a képzelésünket, hogy először itthon kell bebizonyítani a felkészülő versenyeken, illetve az edzőtábori munkájában. Hál' Istennek a Péterben van egy munka elfogadási alázat. Tehát ez egy ilyen érdekes megfogalmazás a részemről, de elfogadja azokat az instrukciókat, amit az edző ad. Nem szokta megkérdőjelezni sem a szakosztályi edzőkét, sem pedig a válogatott keret edzőjét. Kenderesi Péter még januárban felnőtt olimpiai edzőtáborban vesz részt, majd februárban az Európa kupán mutatkozik be a nemzetközi junior mezőnyben, Lignanóban. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Iskolakezdés, véget ért a hosszúra nyúlt téli szünet. 7 baleset volt Tolna vármegyében, nem unatkoztak a rendőrök az év első hétvégéjén. A madéfalvi veszedelemre emlékeztek, 259 éve érte tragédia a székelyeket. Kell-e etetni a madarakat? A szakember szerint találnak maguknak táplálékot az enyhe időben. Kedden jellemzően erős lökésekkel kísért szél fúj majd, borongós marad az idő és eső is eshet. Napnyugta környékén, északnyugaton szakadozni kezdhet a felhőzet, kissé tovább csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!